A csontos részekhez főrész, a húsosabbakhoz éles kés kellett a disznó szétszedéséhez. Bát a széken már évtizedek óta hagyomány, hogy a helyi székely közösség tagjai a farsangi időszak végén még húshagyó keddelőt együtt vágnak disznót. Igazából disznóvágásunkat minden esetben a hamvazó szerda előtti hétvégén végezzük. Azért, mert kedd este, tehát hamvazó szerda előtti estén, akkor a húshagyó bálunkat megtartjuk, és azon az estén a friss disznóvágásos termékeket szolgáljuk fel. Amekkora volt, akkora galuskát csináltak benne. Természetesen a székely töltött káposzta, a galuska sem hiányozhatott a disznóvágásról. Néhány eredeti székely hagyományt, például a disznó szalmán való pörkölését már nem tartják a bátaszékiek, az eredeti erdélyi ételeikhez viszont ragaszkodnak. Most ahhoz, hogy hús kell, rizs, valamikor a székelyek nem sok paprikát tettek bele, hát nem is volt igazán örölt paprika valamikor a székelyeknél. Borsot tettek, sót tettek bele, ezzel ízesítették. A közel 30 éves múltra visszatekintő székely disznóvágás kiváló közösségi rendezvény is egyben, ami összehozza a település lakóit, ezt mondja bátaszék polgármestere. Korábban egy akkor fiatalnak számító korosztály indította el ezt a kezdeményezést. Most már ők egy kissé deresedett hajjal, de még mindig itt vannak ezen a rendezvényen, és nagyon sok fiatal kapcsolódik be. Azt gondolom, hogy ez továbbra is egy nagyon színvonalas rendezvénye lesz a székely baráti körnek. A székely disznóvágáson készült ételeket kedden a húshagyati bálon fogyasztják majd el.